A jogállamisági kérdések is napirendre kerültek az új német kancellár Olaf Scholz és vendéglátója Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök vasárnapi találkozóján Varsóban. Scholz más vitás kérdéseket is szóba hozott, de a közös sajtótájékoztatón diplomatikusan fogalmazott. Európa az értékek és a jog közössége. A jogállamiság és a demokrácia eszméi egyesítenek bennünket. Ezért is lenne különösen jó és hasznos, ha az Európai Unió, az Európai Bizottság és Lengyelország közötti megbeszélések folytatódnának. Az északi áramlat 2, azaz a Balti-tengeren Oroszországból Németországba érkező gázvezeték építése befejeződött, de az üzembehelyezés időpontja továbbra is bizonytalan. Ebben a kérdésben a lengyel miniszterelnök nagyon világosan fogalmazott. Meg vagyunk győződve arról, hogy az északi áramlat 2 növelni fogja a Kreml azon képességét, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára és az Európai Unióra. Ez az ár meghatározásának eszköze is lehet, és bizonyos tekintetben ezt már az északi áramlat elkészülte előtt is megfigyelhettük. Scholz támogatásáról biztosította tárgyalópartnerét Fehér Oroszország ügyében. A kancellár szerint Lukasenka arra használja fel a menekülteket, hogy saját politikáját folytathassa. Scholz szerint segíteni fogják Lengyelországot, hogy ellen tudjon állni a zsarolásnak.